Kívül belül megújult a vasútállomás vaján. Az elavult épület helyett modern, tiszta környezetben várakozhatnak az utasok, és az itt dolgozók munkakörülményei is jelentősen javultak. A fejlesztésre a MÁV a Magyar Falu programból nyert támogatást. A Magyar Falu program összesen 2 milliárd forint támogatást kapott a MÁV ZRT, amit országosan több mint 200 helyszínen használunk fel. Ebben vannak felvételi épületfelújítások, új típus épületek létesítése, illetve számos kerékpártálló, utcabútor, partkukának a telepítése, utastájékoztatónak a megújítása. Minden esetben keresünk a helyi önkormányzattal a kapcsolatot, a lehetőséget annak érdekében, hogy a helyi önkormányzat, mint a területet legjobban ismerő szervezet, a területet legjobban gondos gazdaként kezelő szervezet közre tudjon működni a felújításban, és éppen ezért segítséget tudjon nyújtani számunkra. Ez itt Magyarorhodon sem volt másképp. Az önkormányzat végig folyamatosan partneri kezet nyújtott, anyagilag is támogatott minket, illetve biztosította a szükséges humán erőforrás is adott esetben egy-egy munkavégzéshez. A térséget képviselő politikus szerint nem csak a MÁV infrastruktúráját javítja ez a beruházás, hanem a helyiek számára is fontos a fejlesztés. Az itt élő emberek utaznak, az itt élő emberek élvezik, az itt élő emberek büszkék arra, hogy egy tiszta rendezett környezetük van. Minden, ami egy település határán belül van, az a település életét, a település élők, településen élők életminőségét javítja. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy a MÁV kötött egy szerződést a Magyar Falu programmal, és 2 milliárd forint értékben az országban ilyen fejlesztéseket végeznek. A vasútállomás felújításában az önkormányzat is partnere volt a vasúttársaságnak. Térfigyelő kamerarendszert helyeztünk el a MÁV épületén, illetve annak környezetét figyeljük, így a település közbiztonság is javulhatott, illetve, ahogy fogalmaztam, egy szintet lépett a közszolgáltatás is az utazók részére, hiszen a peron szintjét is megemeltük a közfoglalkoztatottaink segítségével és a MÁV együttműködésével, közel 80 méter hosszan, majd 30 cm emelkedett a peron szintje, így a fel- és leszállás a vonatokról nagyon sokat segített ez a peron emelés ezen. Az átadáson elhangzott, az önkormányzat tervei között szerepel a Vajai Rákóczi tanyán lévő megálló felújítása és a peron emelése. Azt is elmondták, a vasúttársaság célja, hogy a vármegyei településekről Debrecen és Budapest is könnyebben megközelíthetővé váljon majd.